Montagna. Vermes csentel tőle, Montagna tapad rá. Vermes jól oldja meg. Rudolf. Mellett, de Rudolf Gergely folytatja, és már visszajött a pályára. Most pedig próbál is labdát szerezni. Tehát ha a számokat nézzük, akkor nagy fölényben a finn válogatott. Jeremenko. Vermes. Jól zárt vissza, és el is hozta Porokára elől a labdát. Priskin, illetve Szalai, Vermes, Szalai Ádám, középen Priskin mozog el. Bornebével indul. Vermes, Lipták, Gera. Szalait próbálta indítani egy lapos labdával. Nem biztos, hogy les lett volna egyébként, ha eljut Szalaihoz a labda. Mutatja, hogy a Lahti az alsóház alján van. Jelen pillanatban a finn bajnokságban. Román Jeremenko nincs szöglet, mert királyi a labda. Mennyire elkeseredettek a finn szurkolók. 25. perc. Vermes. Befűzte. Jerszovász. Hajnal. És elakad a labda. Hiszen az nem is tudom, hogy talán San Marino ellen sem volt ilyen statisztikai mutatom, hogy ennyi kapura lövés, ennyi helyzet. Már jön Finnország, Vermes. Király. Hasanen. Elek. 2010-es VB-selejtezőkön összesen 47 gólt kapott San Marino. Köztük 10-et az egyik lengyelekkel. Della Vallénak nem nagyon akaródzik elvégezni a szabadrúgást, de muszáj megtennie. Vermes. Vermes. Juhászt keresi. Lipták. Vermes. Szó sincs itt óriási finn rohamokról. Pályafutása során. Nézzük ezt a szabadrúgást. Kapufa! Vermes! És ott az egyenlítő gól! Vermes Krisztián Emberhát. Nagyon nagy lökést adhat az Újpestnek. Teljesen elalszik a védelem a kapufáról kijövő labdát, én nem is tudom, hogy mire gondoltak ott. Ez már önmagában gólt érdemelt volna, kijön, és mit csinálnak ott a diósgyőriek? Szejdi elindul hátrafele, így nem is... Pesti szöglet a 94. percben, Kabát rúgja, középre, gól! Csibuabua! A belga-kongói játékos 2-1. Itt nézzük meg még egyszer, Csibuabua teljesen zavartalanul az ötösön belül, és ő góllal bünteti a ferencvárosi védők rossz helyezkedését. Beadja, a túloldalon még össze lehet szedni. És kiről ment ki kirúgás? Ezek szerint Martinusról ment ki a labda. Rosszmán szokban elnézést, és Mihajlovics is. Szerint a második félidőben az Újpest nem mozgatott meg jelentős erőket azért, hogy növelje. Húzódott Ábora, nézi, hogy kinek lehet adni. Csukics lépett be az üres teretbe. Csukics lőheti el. Levágódik Vermesről. Elfejelni. Ez meglehetősen pontatlan. Szijjevics. Ez most szép akció volt, főleg az az egyéni teljesítmény, amit Böde nyújtott a keresztbefutással. A beadás lehetett volna. Indul Martinus. Csukics rúgja be a területbe. Szélesi helyezkedett jól. Böde. Mellette Balogh, Balogh gyötri, Böde még megy, Bödét nem könnyű elnyomni. Most mutatja a játékvezető, hogy nem történt semmi, jó ítélet, fordul az Újpest. Vermes. Csellel, két jó csellel. Egyébként már korábban, korábbi meccseken láthattuk ilyen megmozdulási, amikor a Fradi szakmai stábjában véletlen meghűl a vér. Néhány napon belül, egy-két héten belül azért felzárkózik, és visszanyeri a régi formát.
Józsi fejjel. Lázár Bence. Most megint ő fejelhet bele, de ellenfélhez megy a labda. Fagyas. Száll, de csak a második fél időben. Böde fut a labdáért. Böde és Vermes. Böde próbálja megkerülni Vermest. Ez most nem jött be. Balajca. Ki a tömegből, Simon felé. 42. perc, Vasiljevic. És egy távoli lövés Vermestől. Remili. Hát a hosszúra. Vermes még, fölé lövi. Nagyon szépen csinált egyébként Vermes Krisztián. Hú, Marco Rossi milyen ideges. Kiabál a játékosaival.